Kedves érző lények, a kínai kánont, hogyha valaki lapozgatja üres óráiban, akkor rá lehet egy-két gyöngyszemre, és olyan értekezésekre, ahol, és ugye például a zen szövegekben találunk ilyeneket, vagy a csan szövegek kínaiul, ahol azzal foglalkoztak, a jogácsára szövegekben, csak így mondom így mellékesen, hogy miért jelent meg a Buddha, miért jelenhetett meg a Buddha a világban. A Gyémánt Szutra is feszegeti ezt a kérdést, hogy egy Buddha megjelenése a világban. Érdekes. Ugye, amikor a buddhizmus nézzük, akkor a legtöbb vita az a karmáról szólt, tehát az, hogy hogyan lesz az okból okozat, milyen okból milyen okozat lesz. Miért volt ez fontos? Azért, mert a karma tanítása ad arra utasítás, vagy utal arra, hogy hogyan kéne viselkedni. Hogy például a karma szempontjából egy szerzetesi működés az helyes irányba visz, vagy nem? Vagy egy világi működés, az hogyan legyen mondjuk a dharma szerinti? Úgyhogy ez volt az egyik nagy vita, hogy a karma hogy működik, és a tudat szempontjából pedig a vitát az okozta, hogy mi az, ami a karmát folytonossá teszi. Tehát hogy lesz a okból okozat, hogyan megy tovább például egy cselekedetnek a lenyomat, az hogy? Hol megy tovább? Az emlékeinkbe, vagy hol? És ráadásul, hogyha tovább is megy, tehát mit tudom én, valamilyen cselekedet, az lenyomatot képez bennünk, abból hogy lesz egyszer csak majd kívül egy okozat, ez hogy történik? Úgyhogy ha a buddhista filozófiai iskolákat megkülönböztetjük egymástól, akkor ez talán az egyik legszignifikánsabb különbség, hogy ki hogy gondolkodott a karmáról, valaki azt mondta, hogy külön tudatosztálya van a karmának, valaki azt mondta, hogy olyan, mint az árnyék, például a Madhyamaka rendszer, valaki azt mondta, hogy ilyen szignifikáns pillanatok, elkülöníthető pillanatokként jelent meg a következmények, mint egy állófilm, vagy ott ugye egy filmnek az állóképei, úgyhogy mindenféle elképzelés volt. És aztán, hogyha a kínai rendszert nézzük, és valamint a jógácsára szövegeket nézzük, akkor ott meg hogy előjött az a probléma, hogy ez a karmikus világ, amiben vagyunk, akkor ebben hogyan tud egyáltalán megnyilvánulni egy Buddha? Ha a Buddha definíciója az, hogy ő már túl van a karma kötelékein, akkor mégis hogy jelenik meg? Úgyhogy ez egy ilyen érdekes kérdés volt, és például a Gyémánt Szutra kommentárokban van egy olyan magyarázat, ami azt mondja, érdekes elképzelés, hogy egy Buddha akkor tud megjelenni egy világban, hogyha ott bizonyos számú, és most ne kérdezzétek meg, hogy hány, mert ez nem a száz majom története, bizonyos számú lény az erényei révén edényé válik, mint a jogában is, hogy az ászana révén edényé válunk, az érzelmek ki egyensúlyozódnak, tehát egy derűs nyugalom állapota felmerül, és ebben tud tükröződni egy Buddha. És amikor ez kellő számú tudatban megtörténik, akkor egy Buddha testet tud ölteni abban a világban. Húha, hát ez egy újabb nagy kérdéseket vet föl, hogy na jó, de mitől lesz ott egyszer csak egy világban annyi lény, vagy egy bizonyos számú lény, vagy hogy addig a Buddha nem tud testet ölteni, tehát hogy akkor addig a karma világában, tehát megint sokszorozódnak a kérdések. De minden esetre ez egy érdekes magyarázat, ez inkább a szellemi ösvénynek, a meditáció ösvényével kapcsolatos, hogy az erények révén, síla vagy szila révén a testnek tartása lesz, és képes lesz ugye meditációt végezni, edényként tud működni, ebben az érzelmeknek a hullámzó vize, a szenvedélyeknek a vize az egyszer csak elkezd megnyugodni, a samata, az egyhegyűség révén leülepedni, és ezáltal, hogy leülepedik, ezáltal megnyitja a vipassana, a tisztánlátás előtt a meditációs utat. És a tisztánlátással látjuk, hogy mik vannak a tudatunkban, milyen lenyomatok vannak benne, de látjuk fölfelé is a tükröződést, ahol már ugye egy Buddha vagy a megvilágosítás az tud tükröződni. Ezt a tükröződést egyébként a szobrok is mutatják, hiszen a lótusz az a tudatnak ugye a szennyezett állapotából nő ki, és kiterjed, ugye kinyílik a lótusz, tehát egy tudati kiterjedésről beszélünk, egy tiszta tudati kiterjedésről, amin megjelenik a holdkorong az a tükör, és ebben a tükörben tükröződik a Buddha alakja. Tehát amikor egy Buddha szoborra nézünk, akkor nyilván ne gondoljuk azt, hogy a Buddha lótuszokon ücsörgött, legalábbis a szövegből úgy tűnik, hogy nem nagyon ücsörgött lótuszokon, viszont ez egy szimbóluma az ösvény lépéseinek, és
Ez is egy érdekes, számomra ilyen kicsit ilyen megrendítő volt, hogy az a tükör, azon tulajdonképpen egy tükörkép a Buddha szobor. Tehát a Buddhának az alakja, ez egy tükörkép. Az nem a... Na mindegy, most ebben nem akarok belemenni. Szóval ez azt jelenti, hogy ekkor meg tud jelenni a világban egy Buddha. A másik oldalról ugye azt is írják, hogy amikor a Buddha Tusitában időzött, ami egy nem ez a szint, tehát ugye a vágyvilágokhoz kapcsolódó világ, de a Tusita ez egy olyan mennyei térség, Déva birodalom, ahol azt mondják, hogy 1,6 km körülbelül egy lénynek a magassága, és 570 millió évig él. Azt azért érdemes tudni, hogy a buddhista kozmológiában minél inkább egy magasabb szintű világban vagyunk, annál nagyobbak a lények. Mondjuk most egy kicsit ilyen pikírtek szeretnénk lenni, akkor mihez képest? Tehát ha csak átszületni lehet egy ilyen helyre, és nem lehet átmenni, akkor mihez képest nagy valaki? Tehát hogyha mindenki nagyon nagy, akkor az mekkora? Tehát ez megint egy érdekes kérdés. Vagy mi van akkor, hogyha valaki átmegy egy ilyen világba, és mivel át tud menni, ezért ő is rögtön akkora lesz. De minden esetre szerintem ez egy ilyen képzet volt, ilyen tudati képzet, ami a korai buddhista szövegekben megjelenik, hogy minél erényesebb valaki, annál nagyobb. Úgyhogy képzeljétek el, hogy a magas embereket így tisztelték. Ha ő magas lett, akkor az ezt jelenti. És hát ugye minél magasabb, minél hosszabb élet, ugye a tér és az időnek ez a két faktora, az, amit így lehet látni így ezekben a kozmológiai rendszerekben. Természetes, hogy ez nem ilyen utazásoknak a feltérképezett dolgairól szól, bár azért érdekes, hogy a Thayatimsa mennyről, ami vagy a Tusitáról azért van leírják, hogy milyen ligetek vannak ott, milyen épületek, hogy a dévák hogy élnek, és miért fontos ez számunkra, mert azt mondják, hogy a Buddha korábbi életében ebben a déva világban volt. Most, hogyha valaki megint egy kicsit kötözködni akarna, akkor a Vészantara herceg, mint a Buddha előző életénél megint megfeltennehetné a kérdést, hogy akkor az meg mi volt. Tehát, hogy az meg ezelőtti ember léte volt, és akkor utána került dévaként a Tusitába, és utána testesül meg. Mindenesetre azt írják, hogy a déva világban a Buddha bódhiszatvaként volt jelen, és hogy ez az utolsó testetöltése az, amit ezen a bolygón történt meg, akkor, amikor itt ezen a bolygón a átlag életkor 100 év alá ment. Tehát ott meg azt írják, hogy ez a Buddha, Shakyamuni Buddha, akit a világkorszak negyedik Buddhájának neveznek, hogy ő akkor testesült meg, amikor itt az életkor az lerövidült. Miért? Mert hogy a tanítása az a mulandóságra épül. Na hát ez egy újabb aspektus, tehát eddig azt gondoltuk, hogy akkor egy Buddha akkor testesül meg, hogyha kellő mennyiségű emberben megjelenik a tisztánlátás, és akkor ebben tükröződni tud itt, meg ugye azt tudjuk meg, hogy egy Buddhának van egy tanítási jellegzetessége, és amikor annak megfelel egy világ, akkor ott ő testet tud ölteni. És nagyon sok ilyen magyarázatot találunk, amelyik megpróbál arra valahogy rávilágítani, hogy mitől tud megjelenni egy Buddha világban. Ma, ha körülnézünk, talán ez a kérdés egyébként sokakat foglalkoztat, hogy van egy jóslat, hogy nyilván a Buddhától származik, hogy az ő tanítása után, és akkor ez az 5000 év, ez egy ilyen izgalmas kérdés, hogy 5000 évvel egy újabb Buddha fog megjelenni, Maitreya. A Maitreya jóslatok egyébként elég különös szövegek, van olyan, ami azt írja le, hogy akkor jelenik meg, amikor a lények már ilyen 20 centire összezsugorodtak, mert az erények annyira lecsökkennek, meg az élethossz az annyira lecsökken, meg ugye ez a tudati képzet, hogy minél sötétebb a tudat, annál kisebb a test, és annál inkább rövid az élet. És hogy egy ilyen állapotban fog megtestesülni, hát azért itt még nem tartunk, és a másik, amit meg érdemes erről tudni, hogy ez az 5000 év, ez is egy furcsa helyzet, hogy máshol meg maga a Buddha mondta el, hogy a tanításai azok 14000 évig fognak itt létezni, tehát hogy lement 1000 év, lement már még egy 1000 év, az első volt ugye a virágzás, aztán utána a felszínességnek a korszaka, és ez pedig a hanyatlás korszaka, ez a 10000 év, akkor 12000 évig összesen fog fennállni, úgyhogy ebben vagyunk most benne. Úgyhogy megint nem kerültünk közelebb a dologhoz. Hogyha elgondolkodunk azon, hogy ma mi történne akkor, hogyha egy Buddha megjelenne, na hát ez viszont egy izgalmas kérdés. És
Érdekes, hogy a nagy világvallásokra mindegyikre jellemző az úgynevezett messiás várás. Ez még a buddhizmus előtti időben, még a mitrász kultusznál is jelen volt, és aztán a zsidóságnál is még előtte is jelen volt, hogy majd valaki jönni fog. És egyébként ez lehet egy olyan tudati dolog is, ez a várás, a várásnak a gyakorlata, amihez nem feltétlenül kell, hogy valaki tényleg jöjjön, viszont egy érdekes helyzet az, amikor az ember ezt mégis úgy gondolja, hogy de majd jönni fog. Úgyhogy a kereszténységben is egy Jézus visszatértéről beszélnek, és a buddhizmusban is ugye nem Buddha visszatértéről, hanem Maitreya eljöveteléről beszélnek, és ez annyira egy erőteljes dolog volt, hogy voltak olyan rendek, amelyek egy idő után már nem a Buddhát tisztelték úgymond legfőbbnek, hanem Maitreyát, tehát Maitreya tanítások jelentek meg ugye a 4. században, a Asanga révén, az egész jogácsára buddhizmusnak az egyik fő megalapítóján, az ő például konkrétan Maitreyával találkozott, és tőle tanításokban részesült, ez a híres 5 Maitreya könyvnek a forrása. Úgyhogy ez is egy érdekes kérdés, ott sem egészen derül ki, hogy milyen körülmények között és hogy fog megjelenni egy Buddha. De azt azért érdemes tudni, hogy amikor a Buddha megjelent, akkor egy szellemi átmeneti időszak volt, tehát olyan tudati hálók, amelyek az addigi társadalmat, az addigi működéseket irányították, azokat eloszlottak. Nagyon magas szintű volt a kultúra, a művészetek, ott még jelen volt ugye a természetnek a tisztelete, a technológia az ugye minimális volt, és ezekben az ilyen felvilágosult, mint a görög ilyen városállamok, tehát egy ilyenfajta fejedelemségeknek a milliójében testesül meg a Buddha, és jelenik meg, és ebben a közegben ugye, ami a köztudomású dolog volt, az, hogy létezik szamszára, és hogy lehetséges a szamszára közepére kerülni, tehát létezik az, hogy valaki király lesz, és a karma kerekét forgató Chakravartin, tehát univerzális uralkodó, és aztán létezett olyan szemlélet is, hogy a szamszárából meg lehet szabadulni, az aszkézis révén, tehát ezek a dolgok jelen voltak, és ezekkel az elvekkel a Buddha találkozott. Ma ezek nincsenek jelen, tehát ma a mai kultúránkban persze használjuk a szamszára kifejezést, de valójában a kultúránk és az oktatásunk nem a szamszárára épül. Tehát nem a szamszára tudás, szamszárára épül, mert nem tud másra, nem a szamszára tudására épül, hanem ugye legfőképpen ugye a mai köztudomású dolog az, hogy egy élet van csak, nem körbeforognak a dolgok, hanem egy növekedés elmélet van, hogy ez a célja az életnek, hogy növekedjünk, és ez ugye például a kizsákmányoláshoz tud vezetni. Tehát ha megnézzük, hogy az alapvető két elv, ami ott a Buddha idejében uralkodott, valamint az a fajta kulturális nyitottság és művészetek állapota, hát a mai világban egy picit ez nem igazán van jelen. És ha abból a szempontból nézzük, hogy a tisztánlátás, az erényeknek a edénye és az érzelmeknek az elnyugodott állapota, az sincsen jelen. Úgyhogy egy érdekes kérdés lenne, hogy ma vajon, ha egy Buddha megjelenne, mit tehetne a világunkban, és hogy most esetleg a Facebookon jelenne meg, vagy a tanítás egyáltalán hogyan válna világossága, hogy egy Buddha, hogy ő egy ekkora megvalósítással rendelkező lény. A fátylag szempontjából is érdekes megnézni, ugye a Buddháról azt mondják, hogy ő egy éjszaka alatt, azon a híres bizonyos megvilágosodásnak az estéjén mind a 4 fátylat megszüntette. Tehát nem túllépett rajtuk, hanem megszüntette. Ma azt lehet látni, hogy a meditáció során az első fátylon való túllépés is már nagyon-nagyon nehéz. Tehát az ítélkező tudat fátylán túllépni, nem is megszüntetni, csak túllépni, tehát kilépni a nézetek hálójából, a vetítések hálójából rendkívül nehéz. Megmaradni egyhegyűnek. Abban az időben az nem volt ritka, hogy sokan aszkétának mentek, és az egész életüket annak szentelték, hogy összpontosító gyakorlatokat végeztek, jogát végeztek. Ma nincsenek ilyen emberek. Nagyon ritka ma már az, még Nepálban van egy-két ilyen völgy a buddhizmuson belül, ahol komolyabb gyakorlók élnek, jógik élnek,
De hát ott is megváltoztak a körülmények, hiszen műholdak vannak körülöttük, elektronikus zaj van, tehát nem könnyű ma egy tiszta tudatállapotot megvalósítani, akár olyan helyet találni, hogy például hogy a Tsongkhapa ír le, hogy az összpontosításnak a gyakorlásához egy olyan hely kell, ahol 3 napi járóföldre nem lakik senki, mert az emberi tudat az zavaró samata gyakorlásánál, és akkor elmondja, hogy a madarak csicseregnek, hogy déli fekvésű, száraz barlang, ivóvíz található közelben, tiszta legyen a vidék, és a többi, és a többi. Tehát ma már nagyon nehéz egyáltalán olyan helyet találni, ahol az ember elvonulna. Úgyhogy ez is így érdekessé teszi ezt, hogy a Buddha idejében ez egy beágyazott dolog volt, hogy nagyon sokan elvonultak, az életüket szentelték ennek a dolognak, hogy azokat, akik vándoraszkétának álltak, azokat eltartotta a világ. Ugye erre épül egyébként a buddhizmusnak is a szerzetesi rendszere. Ma azt lehet látni, hogy a szerzetesi rendszer is omladozik, mert olyan ugye a médiában vesznek részt, a pénz nem lehet már, ma már úgy élni, hogy ne nyúljon egy szerzetes pénzhez, csak lefejebb akkor, hogyha kinnél a dzsungelben. Úgyhogy ezek azok a kérdések, ezek a faktorok, hogyha ezeket megnézzük, akkor tulajdonképpen össze tudunk állítani egy olyan írás, hogy mitől nem jelenhet meg a világunkban a Buddha, mind a körülmények szempontjából, környezetszennyezés, technológiai dolgok, képességeknek akár a hatalom általi hajszolása, valamint az embereknek a színvonala szempontjából, hogy a meditációban való hosszas időzés nem része már a kultúrának, egy rohanó világban élünk, akkor az első fájtlan túllépés már nagyon nehéz, hogy valaki a gondolatain túl tudjon lépni, és akkor ott még van még 3 fátyol. Tehát ha innen nézzük, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy érdekes kérdés volt az, hogy mitől jelenhetett meg egy Buddha, de hogyha megértjük, hogy abban az időben mitől jelenhetett meg egy Buddha 2500 évvel ezelőtt, akkor az nem lesz nehezünkre, hogy megértsük, hogy ebben az időszakban mitől nem jelenhet meg egy Buddha ebben a világban. Ettől függetlenül azért a pozitív hír az, hogy továbbra is Nirmanakájának nevezik a világunkat, hiszen 2500 éve volt itt egy Buddha, és a Buddhának a tanításai még mindig elérhetőek. Tehát még mindig vannak vonalak, még mindig vannak tanítók, mindig vannak mesterek, még mindig vannak olyan közösségek, amelyek a megszabadulás tanításait azt képviselik és gyakorolják, ami azt jelenti, hogy még mindig van lehetőségünk, hiszen a tanítások azok jelen vannak. Köszönöm szépen, sziasztok!